Sportolj, ne drogozz! Ez a mottója annak a drogprevenciós roadshow-nak, mely nemrég indult Magyarországon, és az elsők között jutott el Tatára. Az előadás sorozat a nemzetközi trendeknek megfelelően azt mondja, hogy új szemlélettel kell közelíteni a fiatalok felé, és a pozitív szenvedélyeket kell erősíteni. Lehet azt is mondani, hogy ha ezt használod, akkor ez a káros következménye lesz, neked annyi, hagyd abba, ne csináld, így fogsz kinézni, de ez nem eredményes. A nemzetközi trendek azt mutatják, hogy a pozitív prevenció az, ami fontos, hogy mit tegyél, hogy jó ember legyél, mit tegyél, hogy csinos lány legyél, mit tegyél, hogy jó kiállású fiú legyél, mi szükség van arra, hogy egy jó közösség alakuljon, ezeket kell a fiatalokkal megismertetni, és ha ezt megismertetjük, akkor már sokkal előrébb járunk annál, mint hogyha negatív dolgokat próbálunk súlykolni a fejükbe. Ez az Európai Unió által segített és támogatott kampány, ez most indult, ha jól tudom, már Nyíregyházán járt a konvoj, nagyon nagy sikerrel, és mindenhol a helyiek egy kicsit hozzátesznek ehhez. Nagyon örülök annak, hogy egy újabb olyan alkalom nyílik a tatai fiataloknak, ahol nem egyszerűen egy ilyen szögletesen elmondva, hogy miért nem jó a drog, és miért nem szabad ilyen szereket használni, hanem sokkal inkább az én szemléletem szerint is ez a program, mert hogy helyettem itt lehet csinálni, ezt kellene erőltetni. Mi itt Tatán éppen ezért dolgozunk régóta a Gyermekbarát Város programban azon, hogy millió egy plusz lehetőséget nyújtsunk a tatai gyerekeknek azon túl, amit az iskolák, az intézmények nyújtanak, vagyis hogy az iskola utáni sportolás, művészettanulás lehetőségét bővítsük, szélesítsük és gazdagítsuk, és adjunk lehetőséget a gyerekeinknek minél inkább ebbe bekapcsolódni. Én hiszek abban, hogy a drog csak annak kell, akinek valami hiánya van. Az alkohol is annak kell, aki valami ürességben él, és valamivel meg kell neki töltenie. Mi ehhez kínálunk nagyon jó eszközöket a város művészeti iskolái sportegyesületein keresztül, de hadd emeljem ki külön az egyházközségeinket is, hiszen az ott folyó ifjúsági munka, hitoktatás is óriási mértékben járulhat hozzá ahhoz, hogy valami értelmes, helyes irányt találjon mindenki az életének már fiatal korban.